Sziasztok! Kriptomanus vagyok, és ma megmutatom, hogyan helyezheted át az SDBN tokenjeidet a Ledgerre, ha még nem volt akkor, amikor megvetted őket. Mielőtt bemutatom, fontos megjegyeznem, hogy ezt a beállítást akkor is meg kell csinálnod, ha rögtön a Ledgeren keresztül vásárolod az SDBN tokeneket. Mivel nekem az összes tokenem Ledgeren van, így nálam ez lesz kiírva, és nyilván jóvá kell majd hagynom a tranzakciót. De ez ne ijesszen meg benneteket. Célszerű a már meglévő MetaMaskunkhoz hozzákapcsolni a Ledgerünket, így könnyebb az utalás is. Ha ez megvan, akkor belépünk a MetaMaskba. Kiválasztjuk azt a wallet címet, ahonnan utalni szeretnénk, jelen esetben az SDBN 2-es tokent. De nyilván minden SDBN tokennél ugyanígy fog működni. Fontos, hogy a tranzakció előtt legyen a walletben elegendő BNB a tranzakciós díj kifizetésére. Miután belépünk a MetaMaskba, akkor az utoljára használt wallet látható az utoljára használt hálózattal. Ha nem abban a walletben vagyunk, ahonnan utalni szeretnénk, akkor fent váltsuk át a használni kívántra. Ha nem a Binance hálózatán lennénk, akkor azt a bal felső sarokban tudjuk átváltani. Mindig az adott hálózat natív tokenje van elől, innen könnyen felismerhető. Tehát, ha jó walletben és jó hálózaton vagyunk, akkor nincs más dolgunk, mint hogy rákattintsunk az SDBN 2-es tokenre. Az ezután megjelenő oldalon a küldés gombra. Itt kell megadnunk a Ledgerünk BEP20-as wallet címét. Vagy, ha hozzákapcsoltad a MetaMaskodhoz, a Ledgered, ahogy ajánlottam, akkor egyszerűen kiválaszthatod az akantjait közül. Majd megadod azt a token mennyiséget, amit át szeretnél küldeni. Feltételezem, nálad ez a maximum lesz. Majd rákattintunk a következő gombra. Itt megjelennek az átutalás részletei. Jelzi nekünk a rendszer, hogy ahhoz, hogy az utalás sikeres legyen, előtte be kell kapcsolni a Ledgeren a Blind Signaling beállítást. Mivel alapesetben ez ki van kapcsolva a Ledgeren. Bár a rendszer tévesen az Ethereum appon szeretné ezt beállítatni, de mi ne feledkezzünk el arról, hogy most a BSC hálózatot használjuk. Tehát a megerősítés előtt dugjuk a Ledgerünk a gépbe, ha még nem tettük volna meg, majd írjuk be a PIN kódunkat, amivel feloldjuk azt. Ha ezzel kész vagyunk, akkor nincs más dolgunk, mint hogy kiválasztjuk a Binance appot, majd a jobb oldali gomb segítségével megtaláljuk a Settings menüt. Itt találhatóak azok a beállítások, amire szükségünk van. Amint látjátok, az első beállítás a Blind Signaling. Ez most ki van kapcsolva, hiszen Disabled van alul írva. A dupla gomb megnyomásával van lehetőségünk a ki- és bekapcsolására. Akkor jó, ha az Enabled jelenik meg. Amennyiben más beállításra is szükség lenne a vásárláskor, akkor azokat is állítsuk Enabledre. De ezt mindig írni fogja a MetaMask. Ha kész, akkor menjünk a menü végén található Back gombra. Most már megerősíthetjük a tranzakciót. A tranzakció pár másodpercen belül megtörténik, és a tokenek már a Ledger walletünkben vannak. Amit a MetaMask walletben ellenőrizhetünk, vagy a BSC scanen. Ne feledd, jelenleg még a Ledger Live nem ismeri fel az SDBN tokeneket, tehát magában a Ledger Live-ban nem fogod látni. De emiatt nem kell félni, hiszen a blokkláncon ott van, a tied és a MetaMaskon keresztül mindig hozzáférhetsz. Így végre biztonságban vannak a tokenjeid. A vásárolt SDBN 2-es token után jár majd az SDBN 2 plusz token is, amit a rendszer arra a wallet címre fog kiutalni, amiről vásárolták a tokeneket. Ezzel számolj. És csak a vásárolt tokenekért jár a plusz token. A jutalékért nem. Az SDBN 2-es token nyeresége viszont mindig oda kerül, ahol épp van az adott SDBN 2-es token. Remélem hasznosnak találtátok a videót, amennyiben igen, akkor kérlek ezt egy lájkkal és egy feliratkozással honoráljátok. Köszönöm a kitartó figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!